Üdvözlök mindenkit, sziasztok, Csabinyó vagyok, és itt van velem Alma. Alma, szia Alma. Hello. Na, itt van velem Alma. Na, srácok, ugyebár volt egy olyan videóm nekem nem is olyan régen, amikor Dani haverommal ettünk el rovarokat, meg mindenféle ilyen lárvát, meg ilyen hergyót, meg tücsköt, minden tücsköt, bogarat összeálltunk szó szerint. És ugye akkor azt mondtam, sőt már Alma azt mondta, hogy ő majd kíváncsi, hogy milyen ízűek ezek a bogarak, meg a rovarok. Igen. És most meg fogja kóstolni. Viszont volt egy kis baki. Elkezdtük fölvenni a videót, föl is vettem a hangot, csak éppen a képet nem rögzítettem. Úgyhogy Alma abban a videóban, amit már nem fogtok látni, meg én sem, mert nem vettük föl, megette az orszaló bogarat, úgyhogy az orszaló bogának a megevése sajnos, hát hogy is mondjam, elmarad. Na, de a lényeg az, hogy megette. Megette, alig bírta elrágni, mert annyira kemény bogáról van szó, vagy hát ilyen rovar, vagy nem is. Bogár az. Bogár. Na, szóval a lényeg az, hogy mi, tehát időben észbe kaptam, hogy nem veszük a felvételt, szóval Alma most azért meg fog még kóstolni párat, illetve a ti kedvetekért. Ja. Mert érdekes, hogy a lárvát meg a tücsköt simán megette. De komolyan, tehát nem undorodott tőle meg semmi. És van még egy kis izé, édesség. Kaja. Azt akkor is most megint. Na, jó van. Az előző videóban is ugye, amit nem sikerült fölvenni, úgy kezdte, hogy megette, ebből kettő volt. Volt. Ebből a fehér csokis tücsökből, és akkor most megeszi ezt a maradékot, ezt az egy darabot. Mondjuk a végén kéne, mert ugye az a desszert, de mindegy. Miből desszert kezdte? Hát akkor jó étvágyat. Még az eleje nem rossz igazából. Na, milyen? Na, mit mondtál róla, amikor felvettük még ugye az előző eladott felvételt, hogy mint milyen? A nápolyi? Mint a nápolyi, így van, és pontosan ezt mondtam én is. Olyan ostyaszerű az egész. Uh-huh. És egész addig finom, amíg el nem olvad a csoki. Nem igaz, egész addig finom, amíg le nem nyeled, mert utána nem érzed. Ja, hát nem, mert még lenyelés előtt se finom már. Mert ugye elmegy a csoki, és akkor már csak a rovar marad. Az összes kiszórtad? És a többi hol van? De mindegy, srácok, hát nem. Most jön ez a Mixed Bugs nevezetű dolog, ugye ebben vannak a hernyók, a tücskök, meg én nem tudom milyen lárva, meg nem tudom, mindenféle van itt. Úgyhogy akkor Alma. Hát sokat látnak belőle szerintem úgy, talán így már igen. Fúj! Kiszökik a bogár! Jó, majd felszedjük. Jó, akkor Alma, válasz ki egyet. Hernyó lesz, vagy tücsök lesz, vagy... Na konszál, nem légy? Ez nem légy. Ez vagy tücsök lesz, vagy kabóca. Kabóca. Ne, kabóca, ugye? Kalandorok. Amikor Alma teleragaszkatta a kalandorokos házakat. Na? Szerencsét hoz. Ne puszíja! Mi az Isten? Na, rágsáld el. Ne rágtam a fejét. Hát, ne jó tetted. Nehogy elmásszon. Na. Hm? Nem eszed meg? Gyerekek, undorító. Egyébként nagyon hasonlít ez a... ez a bogár, ugye múlgal a haltáphoz hasonlítottuk, de... Amikor az ember... Igaz, hogy haltáp íze van? Meg haltáp szaga? Nem ettem eddig haltápot. De tudod, milyen szaga van, nem? Vagy teknős táp, amit te mondtál. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy... Ha egybe beleszagol az ember, akkor pontosan olyan, egyébként, mint a száraz macska eledel. Megeszed azt a tücsköt? Mi, egyem meg? Nem mered? Mi, nem mered? Mutasd meg, miről van szó. Srácok! Egy rohadt nagy tücsök. Vagyis nem tudom, hogy mi ez. Mondom tücsök, nem? ASMR. Simogatja a tücsök a izét. Hát akkor Alma. Akkor is Pokémon tökre. Pokémon! Igen. Nem tudom, a Pokémon az mitől néz ki, mint egy szállított rovar. De úgy néz ki, mint a Pokémon. Pokémon. Pokémon! A Pokémon bogár változtatta a Pokémon, gyereke. A Pokémon! Oké, jó van. Na igen, mit akartál mondani? Szóval, de Pokémonból az a rover. Rover? Land Rover, az egy autó. Az egy autó. Oké, Pokémon, rover. Ezt nem hiszem el. Igen. Szóval mind a rovar, amelyik így volt a fán. És így csak volt. És ilyen hold alakja volt. Ja, nem ismerem a Pokémont, de majd erről majd a képet mutasd, mert ezt most így nem tudom elképzelni sem. Akkor valahogy ide, vagy oda raksz egyet. Jó, oké. Ott lesz, majd mindenhol lesz. Azt na, akkor jó étvágyat, kívánok a... Most vagy a bogár izzad, vagy én.
Na, ezt amúgy Danival nem mertük, tehát ezt a bogarat, ezt tudom, hogy néztük mi is, és nem mertük megkóstolni Danival. Miért? Mert túl nagy. Túl olyan félelmes. Szintén betalálok? Ne! Elrepül. Kidobod a kezedből, és mind a madár elrepül. Ah. Nem buksz ki a képből? Nem. Kilógok a képből? Na, egyed. Nem mondják. Egyed. Egyed. Nem. Fúj. Gyerekek. Rágd el, jó, legyen, lehessen hallani. Jó van, oké. Oké, visszahajol, csak hogy látszódj a képbe. Milyen íze van? Bogemon. Bogemon? Tényleg milyen? Olyan, mint az íze volt az a lárva? Halkaja. Tipikus halkaja. Hm? Nem mondod itt egyébként egyáltalán? Hú, nem tudom, srácok. Nekem már a szaga is. Ne, fúj, baszki. Fú, már nehogy már nem leheljél. És megeszem igen lárvát is, majd keresek egyet. Ezek után nem fog egy lány se csókolozni velem. Látjátok? Én nem. Ez az a... Milyen formák hívják? Nem tudom, milyen kukac. Kuki. Na? Ostya. Inkább maradok az ügycsinél. Ostya! Na és akkor srácok, azt ne felejtsük el. Ezt elrakhatom? Hát ha nem kell több. Nem kívánom. Nem kívánod? Vajon miért? Nem azt mondom, hogy szívesen kajálnám ezt minden nap. De hogyha ez lenne az utolsó kaja, el lenném. Igen? Jó, hát figyelj. Jó, most ha ez olyan, hogyha tehát tényleg ezen múlna, hogy életben maradsz-e vagy sem, akkor mindenki megenné. Hát azért. Minden, hát fies, még senki sem válaszol a halált. Csak azért, mert nem veszem meg. De van, hogy szerintem lenne olyan kettős, aki annyira utálja a bogarakat, hogy nem enne hát, belőle. Van még ez. Skorpió törzs, meg skorpió lávaka, vagy skorpió lábak, meg van egy skorpió fullánk is alma, tessék. Amikor Danival ettük, tudom, hogy ez volt a legundorítóbb. Az összes közül... Ő a fulka. Ő a fulka. Remélem. Üres. Hát üres. Milyen íze van szerintem? Mint a követ enni. Követ? Nem úgy semmilyen. Az előző eladott felvételhez visszatérve, ott megkóstoltam annak az orszorú bogának a szárnyát. Uh-huh. Rama ideadta, hogy kóstoljon meg. És semmi rossz íze nem volt, de szó szerint elránkhatatlan volt. Ja. Tehát nem lehet megenni. Tehát nem is értem, hogy az minek teszik bele, amikor nem lehet elrágni. Hogy egyben legyen a bogár. Hát jó, tudom, csak érted, szóval maga a bogarat se tudod ilyen rágni igazából. Van itt még egy fullánk. Kosztad meg te. Aha. Tényleg nem rossz. Nem, ez az olója. Bocsánat. Akkor kóstold meg azt. Nem. Nehogy eszem. Nem fogom. Úgyse fogom. Skorpiót nem? Semmi baja nincs. Akkor edd meg te. Az egész a tiéd. Az ott a fulka. Akkor a fullánk mindegy, de akkor se eszem meg. Te mi? Én megettem a nagy bogarat. Jó, hát hajrá. Nem eszem meg. Te jössz. Nézzük a testét meg. Akkor nem eszem meg. Te jössz. és ezt teszi. Na nézzük. Hozhatok üdítőt, ha mégis szar lenne. Igen. Jó. Mindjárt. Na, jó van akkor Alma. Alma hozott magával üdítőt, most már akkor meg tudod elni. Ott van az a bogár test. Vagy a bogár? Ő már nem bogár. Amúgy azt tudtad, hogy a skorpió az a pókok családjába tartozik? Na. Akkor Alma. Skorpió. Ja, hogyha nem az mered. Nem okozott problémát, ez se fog. Hát azért más a kettő. Amúgy nem is, csak a nagyobb volt. Csak a felét edd meg. Miért? Mi? A másik felét kéred? Nem, csak nem fogod megenni. Megeheted. Nem menjen pocsékba. Nekem minden, úgyis kidobnám ezeket, most már nem fogom tartogatni itt. Na hajrá. Hú, gyerekek. Egyszer élünk. Na hajrá. Mi van? Semmi. Nem jó? Csak felrakhatok. Rájt szét. Na milyen? Ízre milyen? Az állagát azt tudom milyen. Ugyan, mint a szöbbi. Na mi van? Nem jó, mi?
Ennyi. Ezt nem bírja senki, gyerekek, a skorpiót. Igen, rá ücsít. Na ilyen. Egy probléma van vele, hogy ebben volt egy kis szaft is. Fúj! Fúj! Komoly! Szerintem ezért nem bírtam. És az íze milyen volt? Az íz? Szaftos. De... Nagyon szar. Olyan, mint az összes bogárt egybe ettem volna. Ugye, hogy olyan erős, olyan... De hát nem bírtam megenni. Mondtam, hogy ezt nem ebbe fogod. Belebuktam. Amikor Andiék fogják ezt megkóstolni. Nem tudom. Szerinted? Szerintem. Bente mert... sírni fog. Na jó, mondanám a... Akkor? Skorpió, ennyi volt? Szar volt. Az egy kifogott, de mondom, ez töltelékes volt. Bár mondjuk van még abból a vízi bogárból. Azt nem tudom. Vízi bogár, mert nem kell? Tetszik. Ott a feje. Az nem annak a feje, az tudom, minek a feje? Minek a feje? Ja, az a vízi bogár feje, az kell. A fejét mutasd már meg. Sziasztok! Megeszed? De van aranyos. Akkor edd meg. Nem. De valamit te is egyél, már ne csak én. Megmondtam, hogy nem eszek. Ha másikba is értél, akkor most miért nem eszel? Ne eszek, megmondtam. Szűrje. Ez már sikít amúgy. Sikít? Hát segítség. Fél, hogy megeszed. Ja. Amúgy ez pont nem lehet olyan rossz szerintem. Igen? Hát figyelj, egész picike, ez tudik ki van száradva. Na, mi van a szemében? Na milyen? Semmilyen. Ez már ilyen kis... Semmi igazából. Nem, ez csak nasi. Ha jó, most látszok, hát akkor ennyi volt a bogárevés. Alma tartotta magát az ígéretéhez, és tényleg megkóstolta. A skorpió az kifogott rajta. De ettől függetlenül szerintem... Egy... De még a nagy bogár se fogott ki rajta. Mennyit nagy bogár? Ja, az a tücsök? Nem, az orszalagú. Hogy orszalagú. Tényleg azt nagyon bánom, srácok, hogy az tényleg lemaradt. Tehát azt Alma tényleg megette egybe, nem harapta el, nem felezte el, nem kóstolgatta. Azt a rohadt nagy bogarat, most akkor így az előző videóval így bevágok egy részletet nektek, hogy miről is beszélek. És ezt a bogarat ő tényleg megette. Tehát ezt egybe bekapta, szétrágta. Nem, a fejét nem. Azt már nem bírtam elrágni sem. Na mindegy, srácok, ennyi volt az a videó. Ha tetszett, akkor lájkoljátok. Alma csatornájának a linkjét kiírom a leírásba, iratkozzatok fel hozzá, és ha tetszik nektek az, amit ő csinál, még ha ritkán is, ja. Még ha ritkán is, de minden azért csak csinál. Úgyhogy ennyi. Köszönjük szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok! Sziasztok!